Az egészséges szív korra nemre való tekintet nélkül elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes életet éljünk. A szívünk napját először 2000-ben rendezték meg. Ezen az ünnepen előtérbe kerül, hogy felhívják az emberek figyelmét a szívbetegségek megelőzésére. Így tettek a Kossuth Lajos gimnáziumban is. Terveztünk egy fali újságot a gyermekekkel együtt. Minden diákot különböző témakörökben bevontunk ebbe a programba. Voltak diákok, akik rajzoltak, tehát a rajzórák keretein belül is dolgoztak ezügyben. Voltak diákok, akik más tantárgyak keretein belül plakátokat készítettek, amiket itt láthatunk is. Illetve a folyosókon, minden paravánon a szívvel kapcsolatos információkat találnak a hallgatók. Ezentúl a nagyszünetben információk hangzottak el az iskola rádióban a szívbetegségekről az intézmény egyik ápoló hallgatójától. Mindenki tudja, hogy Magyarországon vezető halálokok közé tartozik a szív- és érrendszeri betegségek. És úgy gondoljuk, hogy a megelőzést már itt el kell kezdeni középiskolás diákok körében. Hiszen itt is vannak diákok esetleg, akiknek szükségük van ezekre az információkra, hogyan táplálkozzanak egészségesen, vagy miért fontos a mozgás. És már most itt középiskolában, ha elsajátítják az egészségtudatos magatartást és ennek az elemeit, akkor később kevesebb kockázati tényezővel fognak rendelkezni. Hát mivel én is ápoló tanuló vagyok, ezért fontosnak tartom az egészséggel kapcsolatos programokat, amiket itt az iskolán belül rendeznek. És szerintem rengeteg érdekes információt és tanulságot lehet belőle levonni, és szerintem hasznosak, mert itt is, ahogy látni, ki vannak függesztve mindenhol, és mi is készültünk PowerPointos bemutatókkal különböző betegségekről, illetve plakátokkal, és szerintem ezekből rengeteget lehet tanulni. Palágyi Katalin több tapasztalattal is rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy diáktársai mennyire figyelnek oda egészségük megőrzésére. A mai fiatalság nem nagyon foglalkozik az egészséggel, inkább az egészségkárosító szokásokat sajátította el, de vannak azért olyan diákok is, fiatalok, akik igyekszenek az egészségükért tenni és megtartani azt. Továbbiakban az iskolában azt is megtudtuk, hogy ha a diákok csak néhány tanácsot megfogadnak az egészségmegőrzéssel kapcsolatban, akkor eredményesnek mondható a rendezvény.